Hány darab magnó kazetta készült a Földön? Nincs ember, aki erre a kérdésre tudná a választ. A kazetta jött, látott és győzött. Persze a 70-es években. Szépen fölváltotta úgymond a bakelitet, illetve hát arról átvették, és a kocsiba is lehetett hallgatni. És hát én 85-ben kezdtem ezt el, és azóta csinálom. Nagyon sokáig nem volt semmi, most kezd egy kicsit beindulni ez a lehetőség megint. Ez a kazetta, ez a Revoknak egy normál kazettája, ez egy alapkazettája. Ez az első között volt, jó, nekem szerencsém volt, nem dollárboltba vettem, édesanyámon keresztül kaptam őket kintről, külföldről. Azért is van Revokból elég sok, tehát azért nagyon sokan a mai napig a kazetta gyűjtők közül reménykednek, hogy hozzá tudnak jutni egy Revok kazettához, mert tényleg ritka. Érdekes, hogy a fiataloknak tetszik ez a dolog, tehát a ifjú zenészeknek, mert valahogy azt mondják, hogy más a hangzása, mint a CD-nek, és ez tényleg így van. És úgy, amikor csinálok nekik, akkor csodálják, nézik, meg hallgatják, tehát nagyon szeretik. Amikor a CD-t megjöttek, nekem is az volt, hú, a CD csúcs. Megvettem a CD lejátszót, hallgattam a CD-ket, de nem, valahogy nem adta ugyanazt az élményt, mint a kazetta, úgyhogy megmaradtam. Tulajdonképpen az első naptól ez a fal megvan, és gyűlik, akárhol laktam idáig. Laktam külföldön is, ott is ez a fal ugyanígy föl volt téve, és ezeket a szalagokat mindén vettem föl, tehát ezeknek a egy pár darabban, talán 20 darabban, ami műsoros kazetta, véletlenül jutottam hozzá, ajándékban nem vettem, a többit mind saját magam vettem fel a rádióról, barátoktól, lemezről. Nehéz ezt elmondani, de ez egy stílus, tehát egy élet stílus gyakorlatilag a kazetta. Ezt Olaszországból importálom most, úgy hívják, hogy C0, mert hogy nincs benne szalag. Ugye azért C60-as a 60 perces kazetta. A szalagot is onnan tudom venni, mert a régi készletből már nem sok van sajnos, úgyhogy, és hát nem, szóval nem drágább, mint egy CD, még most se, sőt, szerintem olcsóbb, 4-500 forintért meg kompletten megvan egy kazetta, és nem 2000 forint, mint a CD, vagy 2500. Kivenni egyet a tokjából. Ez nem olyan, mint a CD. Ezt nem lehet összehasonlítani. Kiveszem, tetszik, szép. Ez egy érzés. Berakom helyére. Elindul. És más. Tehát nehéz ezt megfogalmazni, hogy miért más. Egyszerűen más a hangzás. Lehet, hogy ez lehetőség agyilag van, elképzelhető. Lehet, hogy nem más. De akkor is, aki kazettát hallgat, meg van győződve róla, hogy sokkal szebben szól, tehát egész más. Teljesen más a dinamikája a szalagnak. Emberibb, úgy szokták mondani, mert túl steril a CD. Lehet, hogy a kazettánál is úgy van, hogy kell ez a gyűjtés, kellenek mozdulatok, az ember tudja, hogy különleges valahol, de mégis jobb hallgatni. Tehát jobban hangzik. Mese nincs, jobban hangzik.